Szia! Gyere, mozduljunk meg, tornázzunk egy picit. Tedd félre a munkát, csak 15 percre. Az elején még föl se kell emelkedned a ülőhelyedről, hanem csak húzd ki magad, nyújtóz a karjaiddal magas tartásból, és külön nyújtóz a jobb oldaladdal, bal oldaladdal, messzire, magasra föl. Érezd, hogy a gerinceddel is nyújtózol. A könyvelők nagyon sokat ülnek a számítógép előtt. Azt muszáj valamivel ellensúlyozni. Mindennel nyújtóz, mindkét karral, az egész törzseddel, fejtetővel. Így van. Nyisd a mellkast, lélegezz, nyisd ki az ablakot, körözz a nyakaddal, fejeddel. Elől félköröket írj le vele. Jobbról balra, balról jobbra. Így van. Meg is érkeztünk, nagyon jó. De most felemelkedünk állásba, és folytatjuk a bemelegítést. Tord félre a székedet. Egy kényelmes alapállásban jobb cipőorra érinti a talajt, és körözze a bokáddal valamelyik irányba. Hármat, kettőt, egyet és visszafelé. Négyet, hármat, kettőt, egyet, jöhet a másik láb, egyik irányba, hármat, kettőt, egyet és visszafelé, négyet, hármat, kettőt, egyet, nagyon jó. Elemeljük a két sarkunkat a talajtól, letesszük, picit térdhajlítás, térnyújtás, föl a sarok és le, térdhajlít, nyújt. Húzd be jól a köldököd és le, térdhajlít és nyújt. Na még egyet. Ez az. Óriáskör egyik lábbal, bentről kifelé, másik lábbal. Egyik, másik. Na még egy pár. És most visszafelé, kint, kívülről befelé. Hoppá. Így van. Kívülről befelé. És még egy pár. Ez az. Nagyot nyújtózunk föl a sarok, guggolunk egyenes törzsel, nyújtózunk, guggolunk, nyújtózunk, guggolunk. Hármat, kettőt. Állj meg fönt, nyújtóz, érd el a plafont, nem érem el, komolyan mondom. De elképzelem, és ha jól megy, akkor csukd be a szemed pár másodpercre. Jól van, tedd le a sarkad, hajlítsd be a két térded, medencéd mozdulatlan, köldöködet behúzod, törzsfordítás jobbra, engedd le a karokat a törzs mellé, közép, balra, közép, nem mozdul a medencéd, nem mozdul a két lábad, balra, így van. Jobbra. Balra. Na még egy pár. Ez az kicsit nagyobb terpesz. Törzshajlítás jobbra. Kifelé mutatnak a térdek, lábfejek. Legalábbis egy kicsit kifelé fordulnak. Törzshajlítás. Fölüllevő karodat nyújtsd, a két láb legyen mozdulatlan. Nem kell sietni, ha megy, akkor mindkét karodat nyújtsd. Nem kell mélyre menni. Gyere, még egy pár. Nagyon jó. Oldalsó középtartás. Megpróbáljuk elérni a bal cipőnkkel a jobb kezünket. Hopp! És csere! Jobb cipővel a bal kezünket. Ez az. Gyere még! Három pár. Nem mindig sikerül, de az nem is baj. Na, még egy pár.
Ez az, és most nagyobb terpesz, nyújtózunk. Most törzshajlítással és törzsfordítással érjük el az ellentétes kézzel az ellentétes cipőt. Bal kéz a jobb cipőhöz, és közép. Jobb kéz a bal cipőhöz, és közép. Jobbra, és föl. Balra, és föl. Kettő pár. Balra, még egy pár. Nagyon jó. Lógunk egy picit. Ez az ülőmunka után nagyon jó a vállaknak, nyaknak. Engedd, hadd lógjon a fejed, hajad. Kapaszkodj meg a jobb bokádba, fordítsd oda a törzsed a jobb lábhoz. A karok segítségével is finoman húzd. Húzódik a comb hátul is, belül is. Átmegyünk a bal bokánkba, kapaszkodunk, bal lábhoz húzzuk a törzsünket, de inkább a fordítás a lényeg, hogy oda forduljunk. És középen lógunk egy picit megint. Engedd, hogy a nyakad ellazuljon. Támaszkodj meg a karjaidon, tenyereden, közelítsd a lábakat, támaszkodj meg a combodon, támaszkodva domboríts. Nyújtsd a törzsed, és gördülj fel egy hullámmal. Az első gyakorlatunk a bemelegítés után szűkugolás lesz. Párhuzamos lábfejek, enyhén hajlított térd, nyújtott törzs, majd mutatom oldalról is. Egyébként a szűkugolásnál egyenes marad a törzs, amikor előre dől, de most a jobb lábunkat kinyújtjuk oldalra. Majd visszahúzzuk és felemelkedünk állásba. Még 9, így van. Még 8, mindig a jobb láb megy, még 7, még 6, még 5, még 4, 3, 2, és még egy. Így van, ez az. Meg fogjuk csinálni a tized balra is. De most széles terpesz, kifelé mutat a térd és a lábfej. Feszítjük a farizmokat, hasizmokat. Nagyon fontos, hogy nem homorítasz, de nem is domborítasz. Nyújtod a törzsedet. Törzshajlítás jön. Csak jobbra. A két láb mozdulatlan, térdek hajlítva. Széles terpeszben. Nem borulsz előre, tartod a síkot, ha megy, akkor nyújtóz. Van még 4, ha megy, akkor gyere lejjebb, és érd el a bokádat. Így van. 3, 2, és még egy. Nagyon jó, ez az. Közelítsd a lábakat, rázd le, ami fáj, és guggolni fogunk, de most bal lábnyújtással oldalra. Csípőszéles terpeszből indulunk, egyenes gerinc, térdhajlítás, törzsdöntés, bal láb megy balra, és föl. Még 9, így van, még 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és még egy. Ez az. Szélesebb terpesz, kifelé mutat a térd és a lábfej. Farizmokat, hasizmokat feszítjük, törzsünket nyújtjuk. Csak balra. Nem mozdul a medencéd, nem mozdulnak a lábak. Karnyújtással is lehet, nem kell mélyre menni.
még négyet, ha megy, akkor süllyedj lejjebb, és érítsd meg a bokádat. Négy. Három. Kettő. És még egy. Ez az. Szuper. Menjünk le a talajra. Azért készítettem ide egy súlyzót, meg egy törülközőt, hogy mutassam, mivel lehet könnyíteni, illetve nehezíteni a gyakorlatot. Térdelő támaszban, ugye ha a térded érzékeny, akkor valami puhát kell alátenni. A köldöködet jól húzd be, a tenyereden támaszkodj meg a vállad alatt, jobb kézben a súlyzó, nem homorítasz, nem domborítasz. Jobb karemelés 15, csak a válmagasságáig 14, könyök enyhén hajlítva, csukló egyenes. Nem baj, hogyha súlyzó nélkül csinálod, közelítsd a lapockádat a gerinchez. 9, 8, szemből így néz ki, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ez az, letesszük a súlyzót, nem teszem messzire. Nem a bal kéz jön, bal kar jön, hanem egy kicsit szélesebben támaszkodunk a két tenyerünkön, ugyanúgy behúzzuk a köldökünket, kinyújtjuk a jobb lábunkat hátra, és így karhajlítás következik, 10, homlokodat közelítsd a talajhoz, 9, egy vonalban van a törzsed és a jobb lábad hátul, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nagyon jó. És most jön a bal kar, bal kézbe ez a súlyzót. Húzd be jól a köldököd, egyenes a törzsed, nem lóg a fej. Bal kar emelés. A tartókarod, a jobb könyököd legyen egy picit behajlítva, ne feszítsd ki, de ugyanúgy, amelyik karodat emeled, az is legyen egy picit behajlítva. 10, nincs lendület, 9, 8, 7, 6, 5, ez egy 2 kilós darab, amit most én emelek. Na még 2-t. Ez egy ilyen súlyzó rúd, amire a tárcsákat még föl lehet szerelni, hogy nehezebb legyen. Most pedig jön a karhajlítás. Kicsit szélesebben támaszkodunk, ugyanúgy behúzzuk a köldökünket, kinyújtjuk a bal lábunkat, és 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és még egy. Így van, nagyon jó. A két combod legyen függőleges és párhuzamos, told előre a tenyeredet és engedd le a mellkasodat a talaj közelébe, és a végén tedd le a homlokodat. Azt gondolom, hogy a számítógép előtt ülő dolgozóknak ez egy nagyon jó nyújtó gyakorlat. Ráadásul átszellőzteted a tüdődet, ugye jó mélyre tudsz belélegezni. Hozd vissza a könyöködet a vállad alá, csúsztasd át valamelyik tenyeredet a másik oldalra, és fordulj utána törzsel, nyakkal, fejjel. Maradj így.
Majd ugyanez a másik oldalon. Átcsúsztatjuk a tenyerünket, utána fordulunk, utána nézzünk, letesszük a vállunkat, fejünket. Nagyon jó, gyere lassan visszatámaszkodj meg a tenyereden, kicsit távolabb, és engedd le a csípődet. Nyújtsd a törzsedet, leteheted a könyöködet, ha kényelmetlen. Egyáltalán semmit nem kell erőltetni, ami fáj. Jól van. Baba póz. Lábujjak összeérnek, térdek között van egy kis távolság, pont rá tudsz feküdni, homlokod a talajon, alkarok a talajon. Gyere, felemelkedünk, és veszünk három szép nagy levegőt, akár törökülésben is lehet. Jobbra engedd le a fejed, tedd rá jobb kezed, engedd rá jobb karsúlyát. És közép, belégzés. Balra. És közép, belégzés. Megérkeztünk. Nagyon ügyesek voltunk, 15 perc. És milyen sok mindenre elég. Puszi, váljék kedves egészségedre. Gyere megint, készülök valami új programmal. Szia!